Számos kritika érte a költségmódosítási javaslatokat az ellenzék részéről. Elsősorban a mezőgazdaság és az erdészet terén megvalósuló csökkentéseket nehezményezték. A vajdasági szociáldemokrata liga nem támogatta a módosításokat. Na turizmu, koji će doživjeti kataklizmu ove godine, 80% smanjenja, na politici zapošljavanja 61% smanjenja. Ako negde niste trebali da štedite, niste trebali da štedite na ova dva segmenta. Egyes pártok hiányolták a vitát a rendkívüli állapot folyamán történt intézkedések kapcsán. Az Alternatíva Vajdaságért frakció bojkottálta az ülést. Ez a költségvetés módosítás nem veszi figyelembe a realitásokat, hanem csak azokat az utasításokat követik, amelyet a köztársasági kormány kiadott. És úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy hiba, hiszen nem azt kellene követni, amit valaki Belgrádból diktál, hanem azt itt a vajdasági emberekhez kellene igazítani. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatta a költségvetés módosítását. Az ellenzékkel szemben a VMS racionálisnak ítéli meg az intézkedéseket. Abból a szempontból, hogy erősítik a gazdaságot, megteremtve annak a lehetőségét, hogy gyorsabban helyrehozzák a gazdasági lemaradást. A cégeket relaxálta, tehermentesítette a kormány intézkedés csomagja, elodázva a járulékok adók befizetésének a kötelezettségét. Ez azt hozza magával, hogy a költségvetési bevételek alacsonyabb szinten valósulnak meg, mint a tervezett. Ha pedig a bevételek kisebbek, akkor a kiadások oldalán is azt összhangba kell hozni a bevételeknek a nagyságával. A legjobban a tartományi nagyberuházás igazgatóságon keresztül megvalósuló befektetéseket csökkentették. Ide tartozik a szabadkai épületek homlokzatainak rendezése, a színházi tér felújítása Újvidéken, a pancsovai kommunális infrastruktúra újjáépítése és a városi stadion felújítása Nagybecskereken. To su četiri grada koji imaju dovoljno sopstvenih sredstava da mogu da ovaj naš deo koji smo mi finansirali preuzmu na sebe, to je prvo. A drugo, oni do početka maja nisu ni pokrenuli proceduru za uvođenje, odnosno za dodelu ugovora i za početak radova. A tartományi választásokról is szó volt az ülésen. A döntés értelmében a közjegyzők mellett a közigazgatásban dolgozók is felhatalmazást kapnának a jelöltlisták hitelesítésére.